játék méreggel és ellenméreggel. Öröm nézni, hogy fejlődik. Naponta órákig sétálnak vele. Kikérdezik, mit tanult aznap, vagy gondolt. Igen, komolyak vele, mert tudják, hogy boldog. Ez a ház valaha rendháznak épült. Aztán egy politikai rendőrség központja lett. Ez a szervezet kinyílt és elvirágzott. Vezetője ma Ágnes nővér, idős és fázós. Hozzávitték be először a kislányt, akit egy ünnepség kikacagásakor tartóztattak le. Lányom, a szüleid várnak valamit, érted? Azt mondták, semmit. Csak ellenszérumot és mérget. A rendház egy kis kertet vesz körül. Itt ül a padon, mesél, játszik velünk. És ezek a szertartásosan durva nők és férfiak már ritkán mennek ki szolgálatba a játék miatt.